Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 25-én nyílik újra egy égi kapu. Ez azt jelenti, hogy megvan ez a finom energiamező, kihat a spirituális területre, egy időben van gyógyító hatása is. Ezen az estén, este 11 órakor újra tartok egy szertartást. Részt vehetsz ebben, és akkor kérlek, írj egy e-mailt. Az energiai egyensúly 4000 forint. Mint mindig, van ezeknél az égi kapuknál egy szimbólum. Ezúttal Manik energiájáról van szó. Manik lefordítva egy kék színű kezet jelent. És ez azt jelenti, vedd kezedbe a dolgokat, irányítsd az eseményeket, cselekedj. A kék színnek is van egy jelentősége. Az jelenti az égi hatalmat, tehát a segítséget felülről, de jelenti a víz elemét is. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ez a szertartás kihat a szerelmi élet területére is, hogy ő cselekedjen, vagy te vedd kezedbe a dolgokat, irányítsd az eseményeket, hogy nyitott legyen érzelmekről beszélni, hogy kimutassa végre az érzelmeit, hiszen itt ennél a szimbólumnál cselekvésekről, égi segítségről és az érzelmekről van szó. Örülnék annak, ha lenne érdeklődés, és ez a szertartás segít abban, hogy jól alakuljanak a dolgok, hogy tudj cselekedni, de azt is jelenti, hogy ő is kell, hogy cselekedjen és végre kimutassa az érzelmeit. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!